Ezúttal is élénk érdeklődés mellett zárult le a Vigyázó Sándor Művelődési Központ szépkorúaknak szóló közismereti előadás sorozatának első féléve. A Rákosmenti Nyugdíjas Szabad Egyetem tavaszi időszakának utolsó ilyen jellegű programjára április 5-én került sor, amely alkalommal Vágó Zoltán festőművész tanár a keresztény egyházi ünnepek képzőművészetben való megjelenéséről beszélt a megjelenteknek a korai időszaktól a modernizmusig tartó periódus tükrében. A realizmus hozta meg a korszak változást, mert az elején a keresztény művészet az igazából abból állt, hogy a korai keresztények azok megpróbáltak nagyon absztrakt módon kezelték az egészet, és meg volt határozva, hogy mit, hogyan lehet ábrázolni. Viszont a reneszánszban már megengedőbb volt tulajdonképpen az egyház ilyen szempontból, és sokkal gazdagabban, sokkal részletgazdagabban mutatták be példának okáért az érzelmeket, a vallással kapcsolatos érzelmeket, és a Jézus eljövetelével, halálával kapcsolatos összes pici apróságot meg tudták úgy jeleníteni, hogy a közemberek megértették. A havi rendszerességű programfolyam 2016 óta működik, azzal a céllal, hogy az idősek számára megteremtse az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, mondta el Fekete Ágnes, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ művelődés szervezője. Amint azt továbbá kifejtette, mind az előadók személyének, mind pedig az érdeklődők számának vonatkozásában sikeres fél évet zár a Nyugdíjas Szabad Egyetem. Ebben az első fél évben nagyon sikeres előadásokat tudhatunk magunk mögött. Ennek nem csak az előadóknak köszönhetjük a sikerességét, hanem ez bizonyította a látogatói létszám is. A Rákosmenti Nyugdíjas Szabad Egyetem közössége, résztvevői közönsége igen nagy-nagy számban érdeklődtek dr. Jászberényi József előadására, aztán dr. Mach Károly szabadba invitáló előadására, és most is. Fekete Ágnes hozzátette, a szépkorúak szeptembertől három szinten angol és német nyelvi, valamint számítógépes tanfolyamokon bővíthetik ismereteiket, a Nyugdíjas Szabad Egyetem pedig legközelebb októberben várja majd az időseket, többek között egészségmegőrzéssel és kultúrával kapcsolatos előadásokkal, illetve egy ajándékműsorral.